Ahogy közeledik a kosárlabda szezon kezdete, az első és másodosztályú csapatok sorra teszik közzé felkészülési programjukat. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks az elmúlt években idegenbeli tornákon lépett pályára az augusztus-szeptemberi időszakban, idén viszont a Continental Arénában is láthatják a szurkolók a csapatot. A szomorú apropót a korábbi játékos, edző, szakmai igazgató Sitkó Ernő halála szolgáltatja, az ő emlékét ápolva döntött a rendezés mellett a Nyíregyházi Sportcentrum és a megyeszékhely vezetése. A barátunk volt, illetve a városnak mindannyian tudjuk, hogy egy olyan legendája, aki egyrészt nagyon hiányzik, másrészt pedig az a mi felelősségünk, akik itt maradtunk, hogy az emlékét őrizzük. Egy emléktorna azért is jó, mert azt a világ végezetéig is meg lehet tartani. Ugye még most a következő években biztos, hogy lesz egy olyan különlegesség, amíg fizikálisan képesek rá, hogy az Ernő volt játékos társai, akár a válogatottban, Honvédban, Paksban, vagy akár Nyíregyházán, ők játszanak majd ezeken a tornákon, ugye meg is beszéltük velük. Számomra nyilvánvaló volt, hogy ez fog történni, de mégis csak nagyon megható volt, hogy senkiben nem volt kérdés. Az, hogy bennünk nincs ilyen kérdés, a Nyíregyházi önkormányzat értelemszerűen támogatja ezt a tornát, az szerintem természetes, mint hogy a Kosárlabda Szövetség és az országos, ugye Szalai elnök úr azonnal mellé állt. De az, hogy olyan játékos, akikkel lehet, hogy Ernő az utóbbi 8-10 évben nem is találkozott, hogy ők azonnal azt mondták, bárhol legyenek a világban. Tehát itt azért van, aki több ezer kilométert fog utazni azért a tornáért, de azt mondta, hogy ez számára sem kérdés is érkezni fog. Ez megmutatja, hogy Ernő amellett, hogy milyen nagyszerű játékos volt, amit mi, akik is jól ismertük, tudjuk, hogy milyen nagyszerű ember is volt. Ez látszik, hogy ez az emberi tulajdonsága ez egész pályafutásán végig kísérte. A házigazda kékcápák mellett Sitkó Ernő pályafutásának további meghatározó csapatai a jelenleg szintén NB1B piros csoportjában szereplő Budapesti Honvéd, valamint két átcsoportos együttes, a Paks és a Debrecen lesz itt a tornán. Mellettük az 1999-ben Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatott is pályára lép a Sitkó Ernő volt csapattársait felvonultató gárda ellen, így számos korábbi és jelenlegi klasszist láthattak a nézők. Névekkel azért nem szeretnék dobálózni, mert sose lehet tudni, hogy mit hoz az élet, és ki az, akinek az utolsó pillanatban le kell mondani ezt az eseményt, de ha csak mazsolázunk ebből a névsorból, akkor egy Dávid Kornél, egy Gulyás Robert, egy Ciglár László, egy Kálmán László, a szakvezetés, Mészáros Lajos, nem is tudom, hogy soroljam, én azt gondolom, hogy 30-40 emberre vettem fel a kapcsolatot. Mindenki első szóra igent mondok, természetesen lehetnek olyanok, akik esetleg nem tudnak eljönni, de azt gondolom, hogy így is veretes névsor fog érkezni. A torna szeptember 3-án csütörtökön 15 órakor a Deac atomerőmű mérkőzéssel rajtól, majd a gálameccset követően lép pályára a Budapesti Honvéd és a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Másnap délután 3-tól a 3. hely, majd azt követően az első hely sorsát döntik el a csapatok.